Ez az a leeresztett kékszínű műanyag medence, amit megölt szomszédjára tekert a most megvádolt férfi. Később egy szőnyeget is tett rá, és körbeszórt a mosóporral, hogy leplezze a büntényt. Tavaly októberben egy közös italozás torkolt tragédiába. A vita hevében a vádlott megütötte az áldozatot, majd ezzel a késsel az áldozatra támadt. Mellkasan szúrta. A sértette a földre esett, ezt követően a földön fekvő áldozatot ismételten két alkalommal hátba szúrta. Miután észlelte, hogy ismerőse elhunyt, ekkor az udvarról behozott a szobába egy leeresztett, felfújható gumimedencét, a holttestet abba tekerte, majd a lakásban tartotta. Mindegy, egy hónapon keresztül élt így a holttesttel. A vádott célja az volt, hogy a későbbiekben a hullát a ház mögötti mocsaras területen elrejti. Időközben az ismerősök többször érdeklődtek a sértett holléte felől, melyre az elkövető minden esetben kitérő válaszokat adott. Tavaly november végén a vádlottat meglátogatta egy nő a lakásban, ahol az erőszak és a körülmények miatt a későbbiekben bejelentést tett a rendőrségen. Így derült ki az emberölés, amiért a 62 éves elkövető 5 évtől akár 15 évet is kaphat.